13 éve hirdeti meg a térségi hulladékgazdálkodási non-profit KFT a Hulladékért Virágot akciót. A szemléletformáló eseményt hagyományosan a lomtalanítást megelőző időszakban rendezik meg azért, mert azt tapasztalták, a lomtalanítás során a lakosság sok olyan szemetet tesz ki, amelyeket újra lehet hasznosítani. Éppen ezért a hulladékkezelő cég megpróbálja az embereket arra ösztönözni, hogy a már feleslegessé vált holmikat a szolgáltatónak adják át. Ezután lehetőség nyílik arra, hogy a már szükségtelen dolgokat a megfelelő módon kezeljék és újrahasznosítsák a szakemberek. A Hulladékért Virágot akciót a társaság visszaköltöztette a Korányi Frigyes utcai hulladékudvarba, ahol a hulladék kezelése rutin feladatnak minősül. Itt az akció során összesen közel 100 tonna hulladékot is át tudnak venni. A lényege az akciónak az, hogy a lakosság számára már használhatatlanná vált csomagoló anyag megfelelő módon kerüljön be gyűjtésre, természetesen úgy, hogy a lakosságot a kényelmi zónájából egy kicsit elmozdítsuk, mert nagyon kényelmes mondjuk rá egy lomtalanításkor kihelyezni ezt a hulladékot. Megpróbáljuk irányítani a hulladékudvarba, és ösztönözni ezekkel az utalványokkal, azért, hogy a hulladék az megfelelő módon hasznosításra kerüljön. Egyrészt, másrészt pedig a számára már használhatatlanná vált anyag olyan értéket képviseljen neki is, amivel a saját környezetét szebbé tudja tenni, a közérzetét tudja javítani. A társaság honlapján a www.thgkft.hu-n, illetve a Korányi utcai hulladékudvarban a lakosság rendelkezésére áll egy lista, amelyen látható, mekkora mennyiségű hulladékért milyen ajándékutalványt várhatnak. Ezek a bónok Nyíregyháza több üzletében és szolgáltatójánál válthatók be. A Hulladékért Virágot akció február 29-től március 12-ig tart. Ekkor a Korányi Frigyes utcai hulladékudvarban hétfőtől péntekig reggel 7 órától délután 5-ig, szombaton pedig 8-tól 14 óráig várják azokat, akik környezetükért tenni kívánnak.